Csúszóhurokkal felakasztottak egy kutyát a Heves megyei Átányban, majd amikor már nem élt, meggyújtották alatta a száraz növényzetet, és elégették a tetemet. Az ügyben állatkínzás miatt indult eljárás. A helyiek azt mondják, nem ez volt az első ilyen eset a környéken. A nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek. Hosszas szenvedés után a saját súlyától fulladhatott meg az a kutya, amelyiknek tetemére délkörül bukkantak a Heves megyei Átány szélső házaihoz közel. Az állatnak esélye sem volt az életben maradásra. Miután a kutyával végeztek, még a területen levő gazt is felgyújtották. Én a déli órában érkezett bejelentés, miszerint Átány külterületén, egy fásbokros területen egy felakasztott kutyatetemet találtak. A Hevesi rendőrkapitányság lefolytatta a helyszíni szemlét, és állatkínzás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen megindították az eljárást. A környéken lakók szerint errefelé nem ritka, hogy a gazdák kegyetlen módon próbálnak megszabadulni az állataiktól. Ennek leginkább az az oka, hogy nem tudják már a kutyákat tovább tartani, és egyszerűen megölik azokat. Az itt élők szerint ez nem biztonságos környék. Itt megy a gyilkolás, megy a betörés, megy a rablás, itt lopnak, kutyákat ölnek, vadászni mi járnak kutyákkal, meg ilyesmi. A faluban többen is azt mondták, hogy sejtik, hogy honnan kerülhetett a kutya a hurokba, de nyilatkozni nem akartak, mert félnek attól, hogy esetleg következménye lesz annak, ha megszólalnak.